2010-ben a Vajdasági Magyar Szövetség indítványozta, hogy a közintézményekbe az igazgatóbizottságok megválasztásakor a nemzeti tanácsok is nevezhessenek ki tagokat, amennyiben az intézményt kiemelt jelentőségűvé nyilvánították, mondta Csúszó Endre, a VMS képviselője. A kulturális intézmények alapszabályzatai most lettek összehangolva a nemzeti kisebbségről szóló törvényekkel, és ez a lépés volt szükséges ahhoz, hogy ezután az igazgatóbizottságokba a nemzeti tanácsok is tudjanak delegálni tagokat. A zsinagóga helyreállítására létesített alapítvány egyik igazgatóbizottsági tagjának személycseréjével kapcsolatban a Szerb Haladó Párt nehezményezte azt, hogy a leváltást nem indokolták meg. A város bizonyos összegeket költ az épület felújítására, azonban változást nem látni rajta, mondta Gojko Rádics, a párt frakció vezetője. Mi iz budžeta izdvajamo sredstva, pare nestanu, promijenimo one odgovore koji su bili nosioci radova ili izvršenja obaveza svojih, nisu izvršili sredstva, nestala, vi promijenite onoga ko odgovara, puj pik, i nemojte o tom pričati. Pa daj pričajte vi, daj poduzmite vi mjere, mi ćemo čutati, rećemo svaka čast, daj kaznite nekog. A zsinagóga helyreállításáért felelős alapítvány vezetőségébe Mió Mándics okleveles építészt javasolták, mondta Mirko Bájics, a Bácskai Bunyavácok Szövetségének elnöke. On je u stvari stručnjak arhitekta koji je srećom predložen u jedan ovakav organ, odnosno u jedno ovako telo i sigurni smo da će doprineti svojim znanjem i strukom da se ozbiljno bavi tim poslom. A haladók kérvényezik, hogy az önkormányzat állítson össze egy kimutatást arról, hogy az utóbbi 20 évben mennyi pénzt fordítottak a zsinagóga restaurálására. Ez alapján láthatóvá válik majd, hogy a város mennyire hatékonyan költi az adófizetők pénzét. A VKT 8. rendesülésén személycserékről, illetve az egyes közintézmények alapszabályának jóváhagyásáról döntöttek a képviselők. Elfogadták továbbá a Palocsitó partján létesítendő turisztikai központ tervét is.